Füstmérgezésben életét vesztette egy ember, amikor kigyulladt egy 100 négyzetméteres családi ház egyik szobája Tiszafüreden, a Sárkány utcában. A tiszafüredi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a lakóház szobájában egy ágy és annak környezete égett. Az egységek gyorsan megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének idején az épületben egy ember tartózkodott, aki már nem tudott kijutni a füsttel telített épületből, és a gyors beavatkozás ellenére nem tudták az életét megmenteni. A város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, akik azt tapasztalták, hogy a 100 négyzetméteres családi ház egyik szobájában egy ágy, illetve bútorok égtek. A tűzoltók egy vízsugárral megfékezték a lángokat, a beavatkozás közben a folyosón egy ember találtak, őt kivitték és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja. Nem kizárt, hogy a tragédiát az ágyban való dohányzás okozta, de a tűz keletkezésének pontos okát és körülményeit a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja. Az idén már 23 ember vesztette életét lakástűzben. A legtöbb lakástüzet magukra hagyott gyertyák, hibás elektromos eszközök vagy a túlterhelt elektromos hálózat okozza. Gyakori az is, hogy a nem megfelelő fűtés, a főzés közbeni figyelmetlenség vagy dohányzás áll a lakástűz hátterében.